Nézzük tehát, hogy mi is az emberi lét értelme. Az emberi lét értelmét sokan sokféleképpen határozzák meg. Itt nem lehet igazságot tenni. Kinek mi? Persze vannak általános igazságok. A legáltalánosabb igazság az, hogy az emberi lét értelme, hogy fejlődjünk. Állandóan fejlődnünk kell. Ha az ember abba hagyja a fejlődést, akkor meghal. Ez a fejlődés, ez nem mindig tetszik nekünk, sőt, nagyon gyakran nem tetszik, hiszen súlyos, nehéz élethelyzetekkel jár. Hát örömben és boldogságban nem lehet fejlődni, ott az ember csak degradálódik. Fejlődni csak nehézségekben lehet, feladatok megoldása közben. Ezért az emberi élet olyan, hogy fejlődünk egy picit, utána kicsit boldogok vagyunk, aztán megint fejlődünk, megint boldogunk vagyunk, és így tovább. Ez ilyen mókuskerék. Sokan azt mondják, hogy azért kell fejlődni, hogy egyre jobban tudjuk szeretni embertársainkat. Ez is igaz. Sokan azt mondják, hogy azért kell fejlődnünk, hogy teljesítsük a napjegyünk és a Szaturnuszunk által feladott feladatokat. Ez is igaz. Tehát látjuk, sokféle lehetőség van, sok minden igaz. De általános igazság, hogy állandóan tanulni kell. Mindegy mit és mindegy hol, mindegy kitől. Ma ezt, holnap azt, mikor, mihez van az embernek kedve. Hiszen ezért születünk ide a Földre, hogy állandóan tanuljunk. A fizikai testünket, az anyagiakat nem visszük el magunkkal a túlvilágra, de a tudást azt elvisszük, mert az a mentális óránkban rakódik le, és az bizony ott marad. De nem biztos, hogy a legközelebbi életünkben megnyílik, mondja a karmatana. Lehet, hogy a legközelebbi életünkben is a tudás magvai még ott maradnak, és még 100 életen keresztül csak gyűjtjük-gyűjtjük a különféle tudásokat, és a tudások magvai majd egyszer kikelnek, és egy fantasztikusan okos, rengeteget tudó ember lesz belőlünk. Hát így van az emberi életben, hogy egyik életünk negatív, meg lehet, hogy még 10 negatív, aztán másik pozitív, negatív, pozitív, vagy még 10 pozitív. Tehát vannak negatív életeink, pozitív életeink. Ebbe bele kell nyugodni. Tudni kell, hogy mindennek oka van. Annak is oka van, ha most úgy érezzük, nagyon negatív az életünk. Annak is oka van, ha most úgy érezzük, hogy nagyon pozitív az életünk. Tehát ok nélkül nem történik semmi. Ok nélkül még a falevél sem esik le a fáról. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra. Viszontlátásra!